Szeretettel köszöntöm a hazahúzó nézőit. A mai adásban még folytatjuk villányi kalandozásainkat. Tartsanak velünk! Itt van a végszüret, s mustos kádja körül a szüretelőknek vígtábora örül, melybe hordogatja a megért szőlőket vígtánccal s lármával nyomja benne őket. Kellemes zúgással omlanak cseppjei, jókedvel bíztatnak zavaros levei. A sajtó örvendő lármával csikorog, oldalán a piros nektár zúgva csorog. Csodálatos képekben örökítették meg költőink az ősz lényegét, köztük Csokonai Vitéz Mihály is. Van abban valami egyedi, ahogy a természet egyszer csak leveti magáról a nyár üde zöld színét, hogy helyébe lépjen a piros, narancssárga, barna, meg annyi árnyalata. Elénk tárul az elmúlás és az újjászületés reménye. A villányi dűlőkben több tucat szorgos kéz dolgozik, hogy lezárjon egy korszakot és előkészítse a palackba zárt jövőt. Az előző adásunkban beleshettünk a bokpincészet és a Jammertal borbirtok kulisszáiba, hisz ahány ház annyi szokás, egy vörös nedű tele történettel, emlékekkel. Günzer Tamással a villányi borvidék egyik legszebb pontján találkozunk. Az Ördögárok dűlőbe vagyunk, ami egy parádés dűlő, szerintem villánynak elmondhatjuk, hogy az egyik legszebb dűlője. Annyi a lényege, hogy egy három oldalról védett katlan, ami délfelé nyitott. Tehát fantasztikus borok készülnek itt nekünk, ebbe a dűlőbe, itt egy délnyugati fekvésbe egy 2 hektár merlónk van, amit most szüretelünk, és mindig, minden évben ez a pincészetünk egyik legnagyobb szemefénye. Egy borász mire a legbüszkébb, hogyha így visszatekintünk, azért a Günzer pincészet is nagyon sok szép sikert ért el a korábbiakban, most is volt nagyon komoly díjazásuk, de mire a legbüszkébb? Mire vagyunk a legbüszkébbek? Hát most a legutolsó évben gondolkodom, most az idei évben, hihetetlenül büszkék vagyunk arra, hogy ma ugye rozébor, az egy nagyon népszerű és nagyon, nagyon sokak által kedvelt borféleség, és a rozébort azt minden borvidéken tudnak szépet készíteni. Tehát egy rozéborhoz nem kell egy nagyon jó dűlő, mert ahhoz gyakorlatilag egy kicsit egyszerűbb ültetvény is, vagy egy nem olyan jó adottságú ültetvény is egy jól megválasztott születtel tud rozébort készíteni. És hát ugye nagyon sok nagy rozé van ma Magyarországon, és hát ellen annyira büszkék vagyunk, hogy az idei évben a két legnagyobb borverseny, ami létezik az országban, az egyik ugye a Vinagóra nemzetközi borverseny, a másik az országos borverseny, és mind a két borversenyen a mi rozéinkat hozták ki a legjobbnak, tehát mind a két helyen champion díjat kaptunk. Tehát ez egy akkora elismerés, hogy amikor ilyen sokan utazunk a rozéba, hogy ebből a legjobbak lenni, és hozzáteszem, hogy a forgalmi tételből kiválasztottam, ami több százezer palackunk van ebből a borféleségből, és ebből tudtunk a legjobbat, úgyhogy a fiamnak, a főborásznak is mondtam, hogy kalap le, mert ez valami csodálatos eredmény. Mi az nem titok, hogy családban van az egész pincészet. Van valami titka annak, hogy családban marad ez a munka? Én szerintem nagyon, nagyon fontos és mozgató ereje, rugója van, hogy a család van ebbe úgy igazán benne, és ami engem nagyon-nagyon motivál azt, hogy látom az utódokban azt, hogy folytatni fogják. Tehát ez óriási erőt ad. Tehát ha nem látnám azt, hogy mondjuk nincs mögöttem a fiam, meg a lányom, akkor lehet, hogy nem volna ekkora kedv és ekkora lendület bennem. Ön mikor szerette meg, és mikor döntött el, hogy akkor borászként megy tovább? Hát én állattenyésztő üzemmérnök a szakmám, és úgy is dolgoztam 12 évig, mint szarvason ágazat vezető, de édesapám látta bennem, hogy én vonzódom a szőlészet borászathoz, és diplomaosztóra mindjárt kaptam egy kis 0,3 hektáros kis ültetvényt, és örököltem egy kis pincét Palkonyán. Az ide 7 kilométerre van a pince soron. És készítettem is rögtön egy bort, ami a aranyérmet nyerte, mindjárt legelső borommal itt a helyi borversenyen. Na hát az ott eldőlt, hogy ezt nekem folytatnom kell,
de egészen 10-12 éven keresztül a szakmámba dolgoztam, és csak mellékesen voltam borász. És akkor volt egy sarkalatos borverseny 2002-ben, akkor a Pannon Bormustrán, az volt a legnagyobb, legszínvonalas magyar borverseny, ott kiválasztották Magyarország 20 legjobb vörösborát. És akkor a tudtam nélkül az egyik vinotékában benevezte a boromat, és bekerültem ebbe a legjobb 20-ba. Sőt, a vörösborok között a miénk volt a legjobb. És amikor a Borakadémiáról gratuláltak, na akkor döntöttem el, hogy a gumicsizma leugrik, és innentől szőlészetborászat. És mit szeret benne a legjobban? Hogy melyik részét, vagy mi az, ami a legkedvesebb? Én például imádok az ültetvényeken végigjárni, főleg amikor már látom, hogy alakul a termés. És mindenki elment haza, és akkor lemenő napba kimegyek, és akkor csodálkozok a saját ültetvényeimben. Tehát az valami csodálat. Itt is, hogyha fölmegyek a tetejére és lenézek, vagy a bocordülőbe, fölmegyek a legmagasabb pontra, és látom, hogy mit sikerült összehozni. Tehát engem az nagyon-nagyon gyönyörködtet, valamint ami nagyon nagy elismerés, amikor kihívnak egy nemzetközi borversenyen, vagy egy hazai rangos borversenyen, hogy na, a legjobb. Tehát ott az a legnagyobb élmény. Rajta van egyébként egy ilyen arany plecsni a boron, hogy 2019 az év pincészete. Ez mit jelent? Ja, hát erre vagyok a legbüszkébb. Hoppá! Ehhez kihagytuk. Erre vagyok, de magasan a legbüszkébb. Tehát ugye ezt most 2-3 évig nem választottak, 19-ben választottak, azóta se. Tehát ugye két nagy Oscar-díj létezik ma Magyarországon, az egyik az év borásza, a másik az év pincészete. És mi 2019-ben nekünk ezt sikerült megnyerni, tehát velem akkor madarat lehetett volna fogatni. Tehát annyira örültem neki, és a legnagyobb vágyam az, hogy egyszer évborásza is legyek. Ez még előttem van. Legyen így. De ez váratlanul érte, vagy pedig számítottak rá? Hát az az igazság, hogy erre pályázni kellett, és pályáztunk is rá, és elsőként futottunk be. Igen. Fantasztikus. Tamáséknál 75 hektáron zajlik a szüret, és a szőlővel megrakott ládák tucatjai folyamatosan érkeznek feldolgozásra. És megérkezett a szőlő, és a szemem fénye a főborász úr, aki most fenn pillanat besegít a fiúknak. Hát normális, hogy így besegít, vagy most gyorsan kell? Mindig besegít. Az az igazság, nem egy olyan nagy csapat van, itt mindenkire szükség van. És sok esetben a fiamra is. Ezt látta tőlem, mert én ugyanígy csináltam. Tartályok között sétálva kiszúrtam ezt az eszközt. Ez micsoda? Kérném szépen, ez egy nagyüzemű kotyogó. Ezt a tartálygyártómmal együtt, Tóth Ferenc barátommal fejlesztettük ki. Ez már a sokadik prototípus, de most úgy gondolom, hogy tökéletes lett. A lényeg a következő, ebbe a tartályba most egy olasz Riesling erjed. Én ebből a képből már látom azt, hogy ez a tartály az erjedés végét járja már, mert elég kicsik a buborékok. Tehát amikor elindul, teljesen zárt a rendszer, ugye ebbe víz van, az összes kijövő gáz a tartályból ebbe a kis búrába van belevezetve. Amikor az első gáz megjelenik, rögtön jelentkezik, és az erjedés folyamán az elején ugye hamarabb, több buborék érkezik, a vége felé kevés, és a legvégén már csak egy-egy pöffenet van. Miért nagyon jó ez? Tehát ugye itt 20 tartályban párhuzamosan erjed a bor, és én nagyon jól látom, az mi történik odabent a tartályba. Az erjedés intenzitását. Tegyük fel, túlságosan gyors az erjedés, állítunk a hűtésen. Valami miatt megállt az erjedés. Anélkül, hogy megkóstolnám, látom, hogy mi történik odabent. Tehát óriási segítség, egy indikátor, hogy mi történik benne a tartályban.
borkészítésnek nagyon komoly menete van. Villányban a vörös boré a főszerep, ezért mi is ennek az elkészítési folyamatát vesszük górcső alá. A dűlőn metszőollóval levágott fürtöket a gyűjtőedénybe teszik, majd a présházba beérve jön a zúzás, bogyózás, a héjonerjesztés, a préselés, végül az érlelés, amelynek megkoronázása a palackozás. Visszatérve a günzerpincészetbe, Tamással már egy különleges helyen beszélgetünk, mit is jelent pontosan az év pincészete díj. Egy nagyon összetett pontrendszernek kellett megfelelnünk, tehát itt minden nézve volt, tehát kezdve az ültetvények állapotáig, a borok minőségéig, a vendéglátás, annak színvonala, a marketing tevékenység. Tehát egy nagyon-nagyon összetett dolog ez, és mindezek függvényébe választanak évpincészetét. Ha már az ültetvény, ugye elnyerték a legszebb szőlős birtok címet is, ez mit jelentett? Ami szintén egy óriási megtiszteltetés volt, ugye ezt válasszák minden évben, és nagy birtok kategóriában sikerült nekünk 21-ben a legjobbnak lennünk. Ott szintén egy nagyon-nagyon komoly csapat munka volt, és több szempont alapján bírálták ezt a dolgot. Itt szintén sok minden belejátszott, és hála Isten, hogy mindenben megfeleltünk, és megnyertük ezt a címet. Ugye, ha villány, akkor vörösbor, ugye a legújabb siker ez egy rozébor volt a Günzer pincészetnél, de itt van egy nagyon nagy büszkesége itt előttünk. Ez mit jelent, és mi ez? Igazán akkor vagyunk büszkék, ha vörösborokkal érünk el nagy eredményt, mert ugye elsősorban villány vörösboros borvidék, és hát ez a bor, ami itt most előttünk van, a Mátyás küvé, ez nekem egy nagyon-nagyon fontos borféleségem. A Mátyás nevet édesapámról kapta. Tehát ő indított el annak idején a pályán, és az egyik legszebb borom, az mindig a Mátyás névre hallgat, csak jó évjáratokba készül. Ez egyébként egy Cabernet Franc és Merlot házasítás, ami kizárólag Újhordóba érlelődik, és a magyar borszakírók köre minden évben kiválaszt egy top 12-es bort, tehát a top 10, szuper 12, aminek itt is van az oklevele, tehát a szuper 12-es, szuper 12-be bekerült a mi Mátyás küvénk. Na most, amikor megvan ez a top 12, akkor összeül a borszakírók köre, és a 12-ből kiválasztják a legjobbat. És az kapja meg fehér és vörösbor kategóriába is a magyar bor nagy díjat. És 2021-ben a mi Mátyás küvénk érdemelte ki ezt a kitüntető díjat, amit nem olyan rég vettünk át, és hihetetlenül büszkék vagyunk rá. Ízben ez milyen? Ugye ez egy bordói stílusú bor, Cabernet Franc és Merlot-nak a házasítása, intenzív fa használattal. Én nagyon szeretem a fát, tehát bontás után egy intenzív pörkölési aróma köszön vissza a borból, vaníliás, étcsokoládés jegyekkel, és aztán jönnek a fekete, bogyós gyümölcsök keverékei, és hát én úgy gondolom, hogy egy nagyon elegáns, összetett és egy igen hosszú vörösbor. Ha már említette, hogy nagyon szereti a fát, ugye itt mögöttünk gyönyörű szép fahordókat látunk, a pincészetnek melyik részében vagyunk most? Ez a barik érlelője. Itt két évjáratnak a prémium borai érlelődnek. Maximum 4 éves korig használunk egy hordót, utána selejtezzük és újakat hozunk. Tehát látszik is a hordóparkon, hogy viszonylag fiatalok a hordók. Itt általában 24 hónapot töltenek el a borok. Kivétel mondjuk egy Pinot Noir, ami csak 8-10 hónapot, vagy esetenként Chardonnay-t szoktunk még betenni, az csak 2-3 hónapot, de a legtöbb vörösbor az 2 éven keresztül érlelődik itt, és aztán kerül palacba. Úgy tartják, hogy a szőlőművelés gyökerei villányban egészen a keltákig visszavezethető. Mára a minőség, a hagyománytisztelet, a természet és a technológiai fejlődés bölcs szimbiózisa, valamint az éghajlati adottságok varázslatos harmóniája köszön vissza egy-egy palack villányi nedűben. A Villányi Bormúzeumban Európa egyik legnagyobb borászati eszközgyűjteményét mutatják be. Az épület valaha a világhírű szőlőnemesítő Teleki Zsigmond présháza volt.
Maga a pince pedig a közel 300 évével a legrégebbi pincének számít a Villányi pince soron. A múzeum tulajdonosa szenvedélyes gyűjtő, gyerekkorában bűvölte el dédnagyapja kovácsolt vas dugóhúzója, és az évek során a dugóhúzó gyűjteménye szép lassan kinőtte magát. Roland képes több ezer kilométert elautózni egy-egy relikviáért. Egy közel 100 éves címkézőgép, nagyjából olyan 600 kiló a súlya. Ezért 3000 kilométert autóztunk Franciaország északnyugati csücskébe, és mikor odaértünk a hajnal 6 órára megbeszélt időpontra, az úri ember, akinek csak egy telefonszám volt meg, nem volt elérhető. Nem vette föl a telefon, és akkor már kezdődött az élet, tehát ugye ez egy kisváros, annyit volt megbeszélve, hogy a kisvárosnak a főterén, ott mindenhol van pékség, kávézó, központi rész, és a kisváros főterén találkozzunk. Na most, mivel nem vette fel a telefont, ezért nem tudtunk találkozni, és akkor addig-addig szaladgáltunk, hogy a pékségből kijött egy francia állampolgár, és akkor az ő telefonján keresztül elmutogattuk, hogy ezt a számot kéne fölhívni, akkor nagy nehezen előkerült az úriember. Kimentünk a szomszéd falu utáni farmjára, és ott volt az a 100 éves címkézőgép, csak le volt beszélve, hogy ott targonca is lesz ott, csak azt elfelejtette említeni, hogy a targonca is muzeális állapotú, muzeális tárgynak beillő jószág, és hát igazából valószínűleg 10-20 éve nem lett már beindítva. Úgyhogy egyedül kellett berakni a 600 kilós 100 éves címkézőgépet. Érdemes kicsit elveszni a múltban és rácsodálkozni az emberi leleményesség határtalanságára, hogy minden korban és minden időben megtalálta a módját, hogy valami újat alkosson. Most sincs másképp. Az adásokban bemutatott modern borászati eszközök is meg lehet, hogy egyszer hasonlóan a múltat fogják jelenteni. Villányi kalandozásunkat a Csányi pincészetben folytatjuk, pontosabban alatta. A közel 1 kilométeres pincerendszerben vagyunk, és a főborásztal fedezzük fel ezt a különleges helyet. Magát a pincészetet a magyar borászat megmentőjeként ismert Teleki Zsigmond alapította 1881-ben. És a filoxéra járvány idején felismerte, hogy ellenálló szőlő fajta alanyokat kell ahhoz nemesíteni, hogy például a villányi borvidéknek meg tudjuk tartani azt az örökségét, amit szőlőtermesztésnek és borkészítésnek neveznek. Ez első nekifutás nem volt túl egyszerű. Először Teleki Zsigmond szőlő alanyokat hozott Franciaországból, majd ezekkel az alanyokkal kezdette kísérletezni, de ezek nem voltak megfelelőek. Majd ezután megtiltották a szőlőveszők szállítását, és ezért szőlő magokat kellett vásároljon, azokat behozta, és magról keltetve nemesítette az oltványokat, és így haladt előre a kutatásaiból. És ez ugye 1880-as éveket írunk ekkor, amikor ezt elkezdik. Igen, és ugye hát a pincészetet is 1881-ben alapította meg, akkor még egy ilyen oltvány üzemmel kiindult, hát és a mai napra ugye a Villányi borvidék, és hát Magyarország egyik legnagyobb borászata fejlődött ki belőle. Na szerintem még fedezzük fel, hogy mi minden van a föld alatt. Ez egy komoly pincerendszer, miért jött létre? Hát ugye egyrészt a mai borokat ugye hordóba érleljük, és egy nagyon kiegyensúlyozott hőmérsékletet találjuk magunkat szembe.
mivel maga a pince rendszer nagyon mélyen a hegy alatt van, a hegy alatt húzódik. A bejáratánál még nem olyan magas, egy ilyen 20 méter környéki mélységben vagyunk a föld alatt, de amikor beljebb érünk majd a pince rendszerbe, ott már konkrétan bent leszünk a hegy gyomrában, és ott már tégla boltozatot sem használtak, hanem egyszerűen kiválták a mészkövet, és úgy mentünk, úgy folytatódik a pincerendszerünk. Itt vagyunk akkor a hegy gyomrában tulajdonképpen? Hát tulajdonképpen igen, és hogyha elnézzünk ide föl balra, akkor itt látszik, hogy valamikor réges-régen azért a víz elég mély nyomokat hagyott a hegy gyomrában, de hát ezt mi megkaptuk örökségnek, és egy gyönyörű szép barlangot hagyott itt nekünk a természet. Itt két dolgot is látunk, hogy egyfelől, hogy amikor a pincerendszert létrehozták, akkor egy ponton már nem mesterségesen kövezték ki, hanem már a hegy maga adta. Meg azt is látjuk, hogy mi az a talaj, amiben a szőlő nő. Igen, igen. Hát ugye nagyon mélyen, a 60-70 méter mélyen vagyunk a hegy gyomrába benn. Itt már nem volt arra szükség, hogy egy téglaboltozattal kitámasszák oldalról ugye ezt a furt pincét. Itt már maga a mészkő megtámasztja magát, ugye a mészkőbe furtak be. És a mészkő az, ami villanynak az altalaj rétegét biztosítja, vagyis ott van, és egy gyönyörű szép borok szőlők teremnek meg rajta. Teleki Zsigmond szerint jó bort nem lehet elhivatottság nélkül készíteni. Ennek az elhivatottságnak látjuk Villányban meg annyi arcát. Sauska Krisztián története egy igazi hazatérés. Villány mellett Sombereken született, így nem volt kérdés, hogy Amerikából hazaköltözve a környéken alakítsa ki saját pincészetét, amelyet ma veje Paul Péter igazgat. Vele is az Ördögárokban találkozunk, ahol épp a Cabernet Sauvignon szüretelik nagy gonddal és odafigyeléssel, hiszen, mint mondja, a legjobb boroknak ez adja az alapanyagát. Alapvetően kétféleképpen szüretelünk, a modernebb verzió a gépi szüret, amit az alaborainknál, rozénál alkalmazzuk. Nagyon fontos az, hogy minél gyorsabban, minél előbb bekerüljön a szőlő, lehetőleg a legkevesebb oxidációval, minél előbb feldolgozásra kerüljön. Tehát ott alkalmazzuk ezt a technológiát, a legjobb szőlők, a legnagyobb minőséget adó alapanyagot pedig kézzel szüreteljük, mint ahogy itt is látható. Mit lehet tudni a mostani termésről? Egy különös évünk volt, azt kell, hogy mondjam, hogy a végére nagyon jól sikerült. Tehát, mint mondtam, Tokajban is dolgozunk, a két borvidéket összehasonlítva, Villány egy kicsit kiegyenlítettebb lett a végére. A nagy nyári meleg után, augusztus végi szeptemberi esők megnyugtatták a szőlőt, és egy kiegyensúlyozott nyugodt érést biztosítottak a végére. És hogyha így egy napi menetrendet nézünk a szüretelés szempontjából, akkor hogy néz ki egy nap a szőlőben? Hánykor kezdtek? Mennyit takarítotok be egy alkalommal? Hát ez mikor kezdünk, fogható, mennyi eső volt, mennyi pára volt, tehát minél korán, annál jobb. Most már azért napközben nincs az a magas hőmérséklet, mint szeptember elején vagy augusztusban tud lenni, tehát kicsit később kezdünk, plusz megjelenik a reggeli pára is. Hát a napi mennyiség, majd később a feldolgozásról is fogunk beszélni, és annak a meretéről. Egy ilyen szőlőnek a feldolgozása azért hosszabb időt igényel. Ez azt jelenti, hogy a szüreti mennyiségeket is úgy kell igazítanunk, hogy utána azt benn a szőlő a borászatba fel is tudják dolgozni. Tehát ez a napi 150-200 mázsa körülbelül az az a mennyiség, amit egy nap leszedünk kézzel. És itt a szőlőben már zajlik egyfajta előválogatás? Tehát ott csak a legtökéletesebb fürtöket... Igen, ez egy fontos elvi dolog, hogy a szőlő termesztés közben eleve több válogatás van. Az első válogatás az egy ilyen egészségügyi válogatás még a nyár közepén. Ez akkor van, hogyha nagyon sok fürt van, és ugye valamennyi fürtöt le kell szednünk. Az idei év az nem ez az év volt. Ha nehéz év van, akkor még a szület előtt adott esetben van egy előválogatás, de az idei év
hát lehet is látni, megnézzük, nem sok fürt van úgymond a földön, tehát tisztán szépen mindent le lehet most szedni. Nincs most szükség különösebb válogatásra idén, ez egy nagyon örömteli dolog, azt kell, hogy mondjam. Nagyon nagy a különbség a csemegeszőlő és a borszőlő között. Tehát aki a magtalan, óriási szőlőhöz van szokva az áruházból, annak ez lehet, hogy egy kicsit csalódás lesz, hiszen elve kisebb a bogyó, kevesebb a lé benne, viszonylag nagy a magja, vastag a héja, és van egy ilyen kesernyésége, ami a tanninokat jelenti, és amik lényegében a bornak az eltarthatóságát biztosítják később. Emellett ugye itt Villányban azért jellemzőek a nagyon szépen érett szőlők, azért egy nagyon cukros, édes, gyümölcsös levet kell, hogy érezzünk. Hát itt végig sétálva gyönyörű tőkéket láttunk, gyönyörű és gyönyörű szőlőfürtöket, igazi emesebeli. Igen, az idei év, azt kell, hogy mondjam, egy ilyen álomszerű szüret most. A 2017-ben építőipari nívódíjat nyert borfeldolgozó üzemben egy különleges géppel találjuk szembe magunkat. Behoztuk a szőlőt lényegében, mondjuk a feldolgozó részébe a borászatnak. Ugye a traktorokat láttuk kinn a területen, traktorokkal hozzuk be a szőlőt. Az első mindig az, hogy megmérjük, hogy mennyi jött be. Pontosan tudjuk a végén az adott területről mennyi érkezett. Ez nagyon fontos, mert ezzel el kell számolnunk. Ugye terméskorlátozások vannak a különböző minőségű szőlőre itt Villányban, amiket nem szabad átlépni, és ezzel igazoljuk, hogy mi ezt nem léptük át. Ezután következik az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb része itt a feldolgozások, a válogatás. Amikor a ládákból ebbe a gépbe kerül a szőlő, először egy bogyózóba, ahol elválasztjuk a kocsányt a bogyótól, majd utána egy válogatógépre, ami egy optikai válogató, és az a lényege, hogy a nem megfelelő szőlőszemeket kiválogatja. Régen ezt a műveletet kézzel végeztük. Az úgy nézett ki, hogy volt itt egy nagyon hosszú asztal, ami rezgett, most is lehet hallani, hogy az egész ugye rezeg, és asszonyok, hölgyek álltak itt körbe, és szedték ki a nem megfelelő bogyókat. Hát sajnos vagy szerencsére, nem tudom, mára kikoptak azok a hölgyek, akik ezt a munkát végezték. Nem igazán lehet erre munkaerőt találni, és hát hogy hozzá is kell tennem, hogy egy gép sokkal kiegyensúlyozottabban és hatékonyabban végzi ezt a feladatot. Most látjuk, itt ez a rázó terület. Igen, itt jön le a bogyó, és lehet látni, hogy hogyan dolgozik a bogyózó. Vannak ilyen szép bogyóink, szinte egybe vannak. Vannak, aminek nem jó a színe, például ez megy a kukába. Illetve vannak ilyen zöld részek is. Ezek is olyanok, amiket ki kell válogatni. És hát maga a gép az úgy működik, hogy tetejében van egy kamera, és nézi a szőlőnek a színét, az alakját, formáját, méretét, és attól függően, hogy mi milyen szőlőfajtát dolgozunk fel, annak a beállításnak megfelelően kiszedi belőle azt, ami nem odavaló. Látszik is, hogy milyen gyorsan dolgozik, és hogyha jó a beállítás, már pedig mi már nagyon sok éve ezzel a géppel dolgozunk, hogy gyönyörűen lehet vele válogatni. Látod, a csövet itt jön be a bogyó a tartályba, és éppen azt a tartályt töltjük ott a túlos oldalon. De itt van egy érdekesség, most fejezték be lenne a préselést a fiúk, megmutatnám. Ez maga a törköly, amit a vörösbor készítés után, ez egy ilyen melléktermék. Ugye, amit mondtam, a bogyót együtt erjesztik a mussal, és hát a végén ezt ki kell préselni. A rozé esetében ezt előtte tesszük meg, a vörösbor esetében ezt később itt lent a pincébe, ez egy speciális prés, direkt erre vörösbor préselésre használjuk, és látod, hogy elég masszív anyag áll össze belőle, és hát ez marad az erjedés után. Lehet látni, hogy mennyiben halványabb a színe, tehát az a kékesség, ami a bogyóban volt, amit az előbb néztünk a válogatás, az elveszik, hát elveszett, mert ugye benne van a borba. És ez a lényege az egésznek, hogy a bogyó héjából a színanyagokat eljutassuk a borba. Ez már tulajdonképpen ilyen padlizsál lila, de gyönyörű színe van. Igen. És mit csináltok vele? Hát ez konkrétan
elviszik nem messze innen, és szőlőmagolajat fognak belőle sajtolni. Tehát arra használják. Egyébként több felhasználása van, de ennek van még azért egy komolyabb alkoholtartalma, amiből lehet törkölypálinkát főzni, vagy utána eltankolni esetleg, de mi, mivel egy barátunk üzemelteti ezt a présüzemet, ezért oda visszük, és ő szőlőmagolajat sajtol belőle, amit utána egyébként a konyhába is használunk. Tehát visszakapunk belőle, és akkor használjuk is. Körforgás véget érhet, ez fantasztikusan néz ki. Miután felocsúttam a törkölytömb látványának és hihetetlen illatának kábulatából, folytatjuk a bor útját. Gyere, nézzük meg egy eljedő bort. Egész idáig arról beszéltünk, hogy honnan indulunk, hogyan dolgozzuk fel, és most pont kiválasztottunk egy Cabernet Sauvignon tartályt. Ez nagyjából így a közepén lehet az erjedésnek. Érdemes megkóstolni, egy kicsit más élmény lesz, mint a palacból. Csak így a poharadra. Ennek a színe azért még elég markáns. Van, hát itt van benne az a sok minden jó, ami kijött a törkölyből. Ez az egyik, a másik, akkor ez még melegebb, hiszen az erjedés magasabb hőmérsékleten zajlik a vörös borok esetében. És hát az igazi élmény szerintem abban van, ha megkóstoljuk. Hú. Ugye? Igen. Ez azért még elég. Ennek a bornak idő kell. És ez a fajta magában rendkívül tanninos fajta. Uh-huh. Ezt érzed, ezért olyan szárító. Ajaj. Szóval nagyon hosszú, hordós érlelésre lesz szükség ahhoz, hogy ez letisztuljon, lesimulja. Ezért van szükség a fahordós érlelésre ezeknél a nagytestű borosboroknál. Ilyenkor mindig szoktatok egy ilyen kóstolót csinálni fél időben? Ezeket folyamatosan kóstoljuk, hiszen maga préselés is részben kóstolása alapján dől el. Pont azt nézzük, hogy mennyire érzed ezeket a szárító taninokat. Ha nagyon érzem, akkor jó. Ha te nagyon érzed, akkor jó, amikor már nagyon-nagyon-nagyon érezzük, akkor már túl sok. És amikor egyik napról a másikra nagyon-nagyon változik, akkor van az, hogy most préselni kell. És mitől változik egyik napról a másikra? Egész egyszerűen az extrakció átlép egy olyan pontot, amit már érzékszervileg is lehet érezni, hogy ez sok. Mert vannak olyan taninok is, amiket nem szeretnénk a borba látni. Tehát ezt kell eldönteni, hogy mi az, amit én szeretnék utána a borba érezni, amikor ez elkészül, pár év múlva, és mi az, amiből már sok lenne. És ez mikor kerül majd fahordóba akkor? Hát innen préselünk, gyakorlatilag egy-két héten belül bekerül a fahordóba. Ez itt a hordós érlelő. Ide jutnak a borok a tartályból, és itt fognak lefinomodni, úgymond a korábbi kóstoláshoz képest. Ez egy tipikus tölgyfahordó, 225 literes. Korábban a szüret során az Ördögárokban voltunk, ebbe a tételbe pont egy fran van. Itt látszik, hogy melyik területről származik, itt van, hogy milyen minőségű a vörösbor benne. Mennyi van benne, és hát ez nagyjából egy 15-18 hónapot fog itt eltölteni. Az azt jelenti, hogy 2021-ben lett beletölt? Ez egy tavalyi, igen, ez egy tavalyi szüret, ez egy tavalyi újhordó, első töltése neki, és hát jövőre fogjuk ezt értékelni tavasszal. Azt számít a hordónál, hogy első töltés? Sokat számít, de nem azt jelenti, hogy csak az új hordóban jó. Tehát a legjobb tételeknél, mint például ennél a bornál, használunk egyszer töltött fahordót is. Ha mindent új hordóba tennénk, főleg ebbe a kisméretűbe, az nagyon elvinné a fa. Nagyon éreznéd a pörköltjegyeket rajta, és kevésbé jönne át a szőlőnek a gyümölcsössége. Tehát ezt úgy szoktuk ellensúlyozni, hogy olyan hordóba is teszünk, ami már használva volt előtte, és az kevesebb fát tesz hozzá. Vagy egy másik fajtánál, például a Merlot-nál jellemző, hogy nagyobb hordót is használunk. 500 literes, de akár 20 hektósat is.
Az itt készült borokat pedig a borászat feletti Sauska 48 borbistróban lehet megkóstolni, miközben a meseszép kilátásban gyönyörködünk. A legfrissebb alapanyagokra épülő látványkonyhával fűszerezett étteremben Bicsár Attila kreatív séf avat be minket a falusi gurmé rejtelmeibe. Újra gondolt burgonya főzeléket készít nekünk. Megőrizte a klasszikus étel jellegzetes ízvilágát, ám a kivitelezése igazi 21. századi innovatív. Attila számára fontos, hogy ételei emlékeket idézzenek fel, de mégis új élményt nyújtsanak. Legyen bennük egy kis csavar. Ez az ételünk az, ami nyitás óta rajta van az étlapon. Véres hurkával töltött fűr, hogy miért ezt választottam. Egyrészt szerettem volna egy kicsit különlegesebb alapanyagot használni. Kettő pedig a sejjéről jön a fűr. Egy fiatal ember tenyészti őket. Ugye a sejje itt van 50 km, és azért próbáltam azt, hogy amikor ide lekerültem, hogy nagyjából az alapanyagokat be tudjam szerezni a környékről. Ez többé-kevésbé sikerül, de ez az egy, ami tényleg mindig olyan minőségben tudják előállítani, és ezt tudjuk rendszeresen is étlapon tartani. És mindig csak a köretét szoktam ugye szezonálissá tenni, ami jelen esetben egy ugye villány, ez egy sváb környék, tehát ez egy sváb káposzta. Mit jelent a sváb káposzta? Az egyszerűen csak annyi, hogy készítünk egy párolt káposztát, de savanyú káposztával. Tehát egy kis cukorral van lekaramellizálva a savanyú káposzta. Tehát ez is egy jó játék már magában, hogy ugye édes is, meg egy kicsit sós is. Ebből formázunk egy ilyen darabot. Utána rátesszük a fűrjet. Itt lehet is látni, hogy belül van a véres hurka. Ez nem kis munka. Örülnek is neki, amikor a srácok, amikor kell csinálni. Illetve van egy nagyon kedves hölgy, akinek ez a munkája. Hogy ezt lehet is látni amúgy, hogy itt belül nincs csont. Tehát ez belülről ki van csontozva ez a kis madárka, és úgy van betöltve a mi receptünk alapján a helyi hentes készíti hozzá a véres hurkát. És akkor a szezonalitás, hogy egy brokkolit adunk hozzá, amit nagyon erősen serpenyőben lepirítunk, le van forrázva és meg van pirítva. Vörösbor használat. Ugye mi minden húshoz adunk egy csontokból főtt, úgymond mi demi-glace-nak hívjuk egy mártást, amihez használunk ugye vörösbort, hát amivel mi elég jól állunk. Itt mindig megpróbáljuk ugye az adott ételhez párosítani a bort. Ugye nekem ugye azért van szerencsém, amikor megalkotok egy új ételt, hogy ugye itt a tokai bortól kezdve a villányig, a pezsgőig, az édestől, a szárazig minden megtalálható. Tehát mi kicsit fordítva működünk, és ez megint itt van ez a kis szabadság elv, hogy az ételhez párosítunk bort. Tehát hiába borászat vagyunk, nem fordítva, hogy van egy adott bor, és ezáltal tudunk kicsit más lenni, hiszen nagy a szortiment, és ezáltal én tudok lubickolni, mert tényleg mindenhez tudnak a srácok nagyon jó bort ajánlani. És ez is egy jó példa, hogy a vendégnek is adunk egy kis szabad kezet, és egy nagyon érdekes, hogy vagy egy tokajban készült Pinot Noir-t ajánlunk hozzá, vagy az egyik zászlós barunkat, a Cuvée hetet. Ő pedig ugye villányból, és a vendége eldönti egy kis kóstoló után, hogy neki melyik passzol jobban az ételhez. Tehát mi ezt is egy kicsit fel szeretnénk rúgni, ezt a klasszik szabályt, hogy nagy húsok, akkor testes vörösbor, hal, akkor csak fehérbor. Ne, dönts el a vendég, hiszen ha már ilyen hátterünk van, akkor miért ne használjuk ki. És ugye szeretjük a pikáns dolgokat, ezért adunk még hozzá egy kis megylekvárt, egy mustáros megylekvárt a fűrünkhöz, ami nem csinálunk más, csak így ide nyomjuk. Tehát ez eleve egy kapocs ugye a borhoz, mert mindig kell ugye vagy a mártást szoktuk, vagy maga a hús, vagy egy kiegészítő, ami egy kapcsolódási pont a borhoz. Úgyhogy ez a úgymond az ételünk, ami mindig étlapon van, csak szezonális körettel,
és ez tökéletesen jók a borok, és az, tehát az étlapon is nyilván megtalálható valamilyen formában a bor, vagy akár a must is, ugye, főleg a születi időszakban, meg utána is, ugye már van mustunk, például használunk salátákhoz mustvinegrettet, ugye mártásokba belefőzzük a borokat, használunk ugyanúgy furmintot is egy szabályonhoz, tehát nagyon sok rétű a felhasználása a boroknak. Adja a kérdést, hogy aki eljön ide hozzátok, lát egy számot a Sauska név után. Ennek mi a jelentősége? Ez egy érdekes sztori. Ugye sokat gondolkodtunk, hogy mi legyen az étterem neve. És ugye előjött az alap, amikor már nem volt úgymond ötletek, hogy mi a házszámunk. És ugye itt ugye egy külterülete villánynak, ugye itt nincsenek házszámok, hanem helyrajzi szám van. És ugye az kezdődik 48-al, akkor mi lenne, ha legyen akkor Sauska 48. És ez így, amikor megszületett a döntés, kinyitott az étterem, és előkerültek olyanok, hogy van egy sonkaszeletelőnk, ami egy 48-as évjáratú felújított sonkaszeletelő. Hát természetesen, amikor először berendeztük az éttermet, hány szék került be az étteremben? 48 férőhelyes az étterem. És ami a legeslegjobb volt, hogy eltett 2-3 hónap, lejött Sauska Krisztián, megnézte, hogy állunk mind, és kiderült, hát én 48-ban születtem. Hát tehát ennél jobban összehozni ezt a nevet, tehát innen, tehát végülis a helyi számból indult az egész 48, de sok minden köthető ehhez a számhoz. A bor és a gasztronómia tökéletes szimfóniája ölt testet ezen a helyen. Érezni a dűlőkben dolgozó szorgos kezek kemény munkáját, majd azt a türelemjátékot, amelynek végén a boros poharak egyszer csak összekoccannak. Most egy Cabernet Franc palack van ugye a kezemben. Maga a Cabernet Franc fajta egyébként Franciaországból származik, viszont rendkívül jól érzi magát a villányi borvidéken, az itteni klimatikus és területi adottságok révén. Kimagasló minőségű Cabernet Francokat lehet készíteni a borvidéken. Olyannyira, ugye, hogy a Cabernet Francra épült egy brand, amit Villányi Francnak neveztek el a helyiek, és hát ugye nagyon szigorú standardek szerint készítik ezeket a termékeket a villányi borászok. A mi esetünkben most a 2018-as évjáratú tételről van szó, ez a Cabernet Franc 100%-ban a siklósi területeinknek a gyümölcséből készül. És van egy másik palack itt az asztalon, ami ugye azért van, mert Oscar-díjat nyert. Így van, így van. A tétel, amit most a kezedbe tartasz, ez egy Cuvée 5 nevű csúcsházasítás. A mi esetünkben a vörösbor házasítások prímszám elnevezést kaptak, ez is még a Krisztián ötlete révén alakult így, és a Cuvée 5-ből ezt a 2009-es tételt, ezt néhány évvel ezelőtt a londoni Decanter borversenyre juttattuk el, ahol nyilván amikor kiküldtük, akkor mi is nagy reményeket fűztünk hozzá, de nem gondoltuk volna, hogy gyakorlatilag a világ legjobb vörösborává választják ezt a tételt. Egy nagyon szigorú zsűri végzi ilyenkor a tételeknek a bírálását. Többszörös visszakóstolással, tényleg sok száz minta közül választották ki annó ezt a bordói házasítást. Ami ugye annyit takar a gyakorlatban, hogy két Cabernet, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, illetve Merlot fajtáknak a házasításából készül. Jelen esetben ugye a legjobb adottságú területeinknek a gyümölcséből, és a legjobb minőségű elérhető hordókban volt érlelve. És van itt a poharunkban is egy kis vörös nedű, ha már bor. Ebbe mit töltöttél? Ebbe pedig a borászatunknak a Cuvée 7 villány nevű tételét töltöttem. Ez pedig egy Cabernet Sauvignon és Cabernet Franc alapú házasítás, ami némi merlóval van összeházasítva, és innen a Szársomjó hegy körüli legjobb területekről van születelve. Akkor meg is kóstoljuk. Kóstoljuk meg. Kedves egészség. Egészség. Salvador Dali szerint, aki tudja, hogyan kell kóstolni, nem iszta a bort, hanem felfedezi az ízvilágában rejlő titkokat.
és Villány nedői bizony elég beszédesek. A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.